A Deák Ferenc utca páratlan oldalán elkészült első ütemben mintegy 1100 négyzetméternyi felületet aszfaltoztak újra, 250 méter szegélyt fektettek le, 7 fedlapot építettek be, és így 20 parkolóhely újult meg a lakók számára. Ez folytatása annak a programnak, ami ugye a Deák Ferenc páros oldalán már befejeződött, hiszen ott minden útfelületet és parkolófelületet megújítottunk az elmúlt években több ütemben. Most áttértünk ide a páratlan oldalra, itt is több ütemben tudjuk megvalósítani ezt a fejlesztést teljesen városi forrásból. Most 35 millió forintból gyakorlatilag az első harmadát tudtuk a páratlan oldal szervizútjának és parkolóinak felújítását megoldani. A munkálatok során az érintett zöld felülethez is hozzá kellett nyúlni, ennek keretében egy régi fa eltűnt, de lesznek újabbak a parkolóban. Egy nagy régi fa kivágását sajnos a környezetvédelmi hatóság elrendelte, hiszen itt a bemérések után bizonyíthatóan már korhadásnak indult a fa belseje, és a biztonsági előírások szerint ezt el kellett távolítani, de ehelyett plusz egy fával kibővítve újra zöldesítjük ezt a területet, sőt egy új sziget is kialakításra került, ami megvédi a rokkant parkolót, illetve ott is egy faültetésre tud sor kerülni. Molnár Tamás elmondta, ha a remények szerint lesz meg a fedezet a költségvetésben, a munkálatok folytatását követően 2 év múlva újulhat meg teljesen a Deák Ferenc utca.